Én a Moholy Nagy Művészeti Egyetem formatervező szakán diplomáztam, és akkor a diploma fél évben ismerkedtem meg az állami gondozásba került gyerekekkel, kifejezetten a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a TEGYESZ egyik befogadó otthonával, ami az Alföldi utcában van, és az ott idéglenesen tartózkodó gyerekekkel, illetve a Cseppkő gyerekotthonba jártam be így viszonylag rendszeresen korrepetálni néha egy-két kislányt. Egy világossá vált számomra, hogy amikor kiemelik a gyerekeket a családjukból, akkor ebbe az úgynevezett befogadó otthonba kerülnek, ahol átmenetileg tartózkodnak, és onnan egy 6 héten belül kiderül, hogy nevelőszülőhöz, gyerekotthonba kerülnek vissza a családhoz. Formálódott ez az ötlet, hogy milyen jó lenne egy olyan hátizsák, ami tulajdonképpen egy fajta kis otthon teremtő szekrényke vagy zsákocskaként is funkcionál akkor, amikor bekerülnek ebbe az otthonba, mert ugye egészen hát nyilvánvalóan elveszetten érkeznek be a gyerekek, és tulajdonképpen így semmihez és senkihez nem tudnak kötődni. Ekkor jött ez az ötlet, hogy adjunk nekik egy szopmókot, ami felakasztható ilyen formában mondjuk egy ágynak a szélére, vagy egy széknek a háttámlájára, és akkor ez a saját kis féltett kincses ládája, úgymond. Hozzátartozik egy takaró, amivel szintén picit ilyen komfortosabbá teheti saját magát. Ez az ő varázshajuk, a Superman lepel. Ez a termék tulajdonképpen egy szolgáltatással egészült ki. Azzal a szolgáltatással, hogy ez úgy tud eljutni a gyerekekhez ez a táska, hogyha valaki megveszi ezt a saját gyereke részére, akkor nem egyet vett meg, hanem tulajdonképpen kettőt, és a sajátjának a párját, azt mi odaadjuk az Alföldi utcai befogadó otthonba került gyerekek részére. Úgynevezett cókamóka rendezvényeket szervezünk a gyerekek számára, tehát mindenkinek, akinek van cókmókja, ami azt jelenti, hogy a vásárló fél is találkozhat, illetve fordítva, tehát hogy befogadó otthonba, illetve hát onnantól kezdve már nevelőszülőhöz gyerekotthonba került gyerekek is találkozhatnak egymással, együtt, közösen, családi háttértől függetlenül, és azért kezdett valószínűleg érdekelni, mert hogy egyre jobban kerültek elő ezek a témák az egyetemen, és tudjuk azt, hogy mondjuk a design az egy nagyon jó eszköz arra, hogy ilyen kisebb beavatkozások által változást hozzunk egy közösségnek, mondjuk egy embereknek az életében. Tehát nem kell ahhoz egy rendszer szintű, nem tudom én, innovációt bevezetni, hogy mi kicsit segítsünk egy életkörülményen.